A Magyar Vöröskereszt 1971 óta szervezi meg felmenőrendszerű elsősegélynyújtó versenyét, amelynek a célja az elsősegélynyújtó ismeretek fejlesztése, gyakorlása a fiatalok körében. A verseny három kategóriában zajlik, gyermek, ifjúsági és felnőtt. A területi döntő nyertesei jutnak be a megyei döntőbe. Egy területi versenyen vagyunk, ami országos felmenőrendszerű verseny, elsősegélynyújtás ismeretekről adnak számot ma a gyerekek. Általános iskolás, középiskolás csapatok és felnőtt csapat is vehet részt ezen a versenyen. Mind a három kategóriában vannak versenyzőink, Karcagról és Kisújszállásról. Kicsit akadályozta a pontos kezdést, ugye ez az esős időszak, mert ugye volt egy esőtervünk, meg volt nyilván arra is tervünk, hogy mit csinálunk akkor, hogyha jó idő van, úgyhogy most először esőre pakoltunk, és utána, hogy láttuk, hogy mégis kivirul a nap, így átszerveztük a dolgokat a nem esős napra, igen. A feladatok között van írásbeli, a Vöröskereszt történetéről és gyakorlati rész. Itt a szimulációs baleseti helyszíneken elsősegélynyújtó ismereteikről adnak számot a versenyzők, a zsűri, az egészségügyi és mentős dolgozók katasztrófavédelmi szakember előtt. Egy elméleti totóval fognak kezdeni, amit itt ebben a teremben fognak megírni a gyerekek. Ebben vannak elsősegélynyújtási és vöröskeresztes elméleti kérdések is. Ezek után pedig gyakorlati állomások lesznek, és a gyakorlati állomások úgy fogják váltogatni egymást, hogy egy gyakorlati, egy pihenő állomás, tehát hogy legyen közte egy kicsit feltöltődésre is idő, és bízom benne, hogy a gyerekek számára érdekes feladatokat tudtunk összeállítani, és remélem, hogy élvezni fogják magát a versenyzést. Tulajdonképpen ugye az elsődleges dolog, amikor odaérkeznek egy helyszínre, az, hogy felismerjék magát a helyzetet, hogy mivel állnak szemben. Tehát nekik kell rájönni arra, hogy akkor most itt miről is van szó. A versenybírók csak annyit fognak elárulni, amennyit muszáj, tehát ahhoz, hogy elindulhasson maga a feladatmegoldás, és igen, ott már kipingált, kikent, sérültek fogják a szituációt ugye magát előadni, és ugye ezt a gyerekeknek fel kell ismerni, hogy akkor most milyen jellegű sérüléssel állnak szemben. Az elsősegélynyújtás népszerűsítése a célja a versenynek, hogy már iskolásként tudjanak szakszerűen segíteni a bajba jutottakon a diákok és a felnőttek. Nagyon fontos, hogy ugye ezzel minél hamarabb tisztában jöjjenek az emberek, hiszen vagy ezeket az ismereteket ugye megszerezzék, hiszen a leggyorsabb segítségnyújtás az ugye életet is menthet.